hogy hogyan csinálhatták ezt eleink. Ugye nem vonhatták maguk után, nem húzhatták a lovasszekéren a komplett nagy műhelyeket, inkább törekedtek arra, hogy minél egyszerűbb módon tudjanak ékszert készíteni, és ez bizony tényleg kiderül, hogy pár eszköz felhasználásával lehet ékszert készíteni. Tehát egy tégelyt, bármilyen edényt megtöltöttek szurokkal, vagy méviasz, illetve egy fenyőgyanta keverékével, és ebbe bele melegen belehelyezve egy bármilyen lemezre, ez lehet rézlemez, ezüst lemez, aranylemez, ezen dolgozva szépen plastikus, domború mintákat hozhattak létre. Tehát nem kellett külön nagy műhely hozzá. És bármikor, ha már megálltak nomád körülmények között is, ő nekiállhatott az ötvös, ott ő dolgát csinálta, a kovács dolgát csinálta. Tehát elég jól lehetett ezt kivitelezni. És akkor kitaláltuk, hogy akkor így ilyen vásárok vagy fesztiválok alkalmával meg tudjuk mutatni a nagy közönségnek. Hát elég népszerű, mert mindig kérdezgetnek, hogy akkor ez most mi. Akkor keresik, hogy alatta hol a verőtő, a minta, hogy én csak itten szórakozok, és akkor minta ott van alatta. Hát mondom, azért nem egészen így van ez. De sokan nem tudják, hogy ez hogy készült. Na, ez a módszer nagyon azért jó, mert nem kell ide-oda forgatni az ékszert ahhoz, hogy kialakuljon a végső minta. Maga a szurok az, ami segít ebben, hogy ide-oda terelgetem gyakorlatilag különböző profilú szerszámokkal. Azért jó egy ilyen gömbölyű edény, mert bármilyen szögben lehet vele dolgozni. Tehát akárhogy fordítom, ahogy a fénytörés, hogy jól essen, hogy jól lássam, és akkor apró ütésekkel belemélyítem a mintát. Mindig úgy fordítom, ahogy nekem kényelmes. Ha a vonalakat beütöttem, utána a hátteret visszaütöm. Gyakorlatilag, ha megvan a kontúr, a hátteret visszaütöm, apró kis pontozó szerszámmal, ami egy pötty az egész a végén, és amikor ezt elértem, akkor így fog kinézni. Tehát itt már a háttér, ahány pöttyöt látsz, az annyi ütés, ez a pontozás, poncolás technikája, és a minta megmarad, és látod, hogy szép íve van. Uh-huh. Utána persze kimelegítjük a szurokból, letakarítjuk, körbevágom a szélső vonal mentén, és utána még fakalapáccsal, ugye most régen fakalapáccsal, most már én gumikalapáccsal is szépen meg lehet ívesre hajlítani, uh-huh. És akkor lesznek ilyen pont, amit itt látunk. Uh-huh. Ez egy szkíta lóábrázolás. Égen földön járó ló, látszik, hogy a hátsó lába így föl van, nem azért van, hogy földobta a patáját, hanem az bizonyítva, hogy a földön is és az égen is tud vele járni a tulajdonosával együtt, aki lovagol rajta. Ez egy szkíta ábrázolás, gyakori egyébként ez, hogy ilyen kifordított állatokat, de ez előfordul szarvassal is egyébként. Ez például egy ilyen hun életfa ábrázolás, ami ugye összeköti a világokat. Az alsó világot, a mi világunkkal és a felsővel. És ez egy jó. Ezeket az ékszereket személyre is lehet szabni, akár lehet programozni, vagy varázserővel úgymond föltölteni, hogy a tulajdonosa ezáltal kerüljön kapcsolatba azzal, akivel szeretne, vagy amivel szeretne. Régen nem véletlen szemre választottak ilyen ősi formákat, tehát nem úgy, hogy mi volt a jelentése, hanem leginkább az, hogy a formája megragadja az ember. Mert ha ránézek egy formára, és az tetszik nekem, akkor ilyen kellemes érzéssel tölt el. Az azért van, a mostani kvantumfizika bizonyította ezt be, hogy minden rezgésből áll. Mindenki, az ember is, a tárgyaknak is mindenki önálló egyedi rezgése van, és bizony, hogyha egy rezgés harmonizál az enyémmel, tehát ha olyan valamit viselnek, akkor az emeli a rezgés szinten. Autentikus fémből lettek elkészítve, ugyanúgy, mint a sírból kerülnek elő leletként, tehát az anyagát tekintve bronzból van, vagy ezüstből lehet készíteni. Hát itt azért már használtam a modern formákat is, tehát a hagyományos, régi, tradíciós motivumokat átültettem ékszerbe, mert nem föltétlen ékszer volt ez, amikor előkerült, hanem mondjuk egy pajzsnak a dísze, vagy egy lószerszám, vagy tehát más használati értéke volt, de hát én átültettem abba, hogy a mai ember ezt tudja viselni. Így készültek ezek a formák, és akkor itt van a jelképtáras
része ennek, amikor ez az egész rendszerbe van foglalva. De sokan nagyon csak egyedit szeretnek, tehát ha nem szeretnék ilyen tömegdolgot, akkor ilyen egyedibe megcsinálom. Rendszerbe szedtük a dolgokat, például külön vannak az életfák, külön gyűjtöttük az életfákat, aztán vannak különböző állatábrázolások, az állatok, a szkíták külön erősek ebben az ábrázolásban, rengeteg állat motivumuk van, és különlegessége az, hogy egy állaton belül is több keverék lény van. Tehát például van itt egy szkíta farkas, amin megtalálható például egy lovacska, különböző madárfejek, az is egy érdekes, sárkányok, amit nem is gondolná az ember, hogy volt sárkány, de igenis volt sárkányok. Például ez egy szkíta sárkány, igaz, hogy az eredeti aranyból volt. Egy alarhaikus darab, nagyon szép fölépítése van. Villámló farkai vannak. Ez is szkíta ábrázolás, ez például kifejezetten aranyból, aranylemezből lett domborítva. Lehet, az nagyon könnyen megtalálható az interneten is. Aztán ugye a mi hitvilágunkhoz erősen tartozik a szarvas, a szarvas népe vagyunk, ugye a szkítáknak is rengeteg szarvas ábrázolása van. Itt van több korban több szarvas ábrázolás, szkíta, hun, avar, még ilyen magyar vonatkozású szarvast is találni. Kettő ebből, ami a Nemzeti Múzeumban van jelenleg. Aztán ugye hát a turulmadár. A turulmadár az ugye egy idős a magyarsággal. Emes álmára gondolva rengeteg turulábrázolás kerül elő. Hát ebből kifejezetten honfoglaláskori a karosi meg a rakamazi turulmadár, aztán van egy szkíta, vagy nagyon régi turulábrázolások. Ez a turáni sólyom, amiből van fiú és lány pár. Most a kutatók arra jöttek rá, hogy valószínűleg ez egy játék lehetett. Most ezen tanakodnak, még nincs egyértelmű álláspont, hogy mi volt a szerepenek a két turulnak. Ezek bronzból voltak. Aztán vannak griffábrázolások. Lóábrázolás, ugye lovas, nomád népek vagyunk, rengeteg ló formát találni. Különböző könyvekből gyűjtöttem én is ezt össze, a Huszka József tanár úr 1800-as évek vége, 1900-as évek eleje. De ő már a Hampel könyveire támaszkodott, publikációira, nagyon széles gyűjteménye van. Úgyhogy múzeumi értesítőket felhasználva készítettem ezeket, hát, és a rendszerbe meg közösen a feleségemmel illesztettük bele.